A Kortárs Galériában megnyílt a Magyar Festők Társaságának Testkép című tematikus kiállítása. A Magyar Festők Társasága már harmadik alkalommal szerepel a galériában, és minden alkalommal nagyon izgalmas és sokszínű anyagot mutattak be. Érdemes ezt a kiállítást is megtekinteni. Ez egy csoportos kiállítás, egy pályázati felhívásnak az eredménye, amit most itt láthatunk. A Magyar Festők Társasága az egyik legjelentősebb szakmai szervezet a magyar művészetben, és az egyik legaktívabb is, úgyhogy nagy öröm velük dolgozni. A mostani kiállítás egy kicsit kilóg a Magyar Festők Társaságának korábbi koncepciójából, mert hogy ez a testkép alapvetően egy ilyen figurálisabb témára felhívás, míg korábban olyan kevésbé megfogható témák voltak a kiállításoknak, ahova azért főleg absztrakt művek érkeztek, úgyhogy ennek én nagyon örülök, mert eleve én szeretem a figurális művészetet, tehát hogy itt azért jelentősebb részben ezek jelennek meg. Ennek ellenére mondjuk a testnek egy másfajta geometrikus értelmezése is feltűnik a kiállításon. Összesen 64 kiállító művét láthatjuk, minden művésztől egy mű szerepel, vegyes és nagyon színes, de azt gondolom, hogy így összképében sikerült egy egységet alkotni a kiállításnak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes és izgalmas kiállítás most.